A Kacifántos Gyerekeink Mosolyáért Alapítvány célja, hogy speciális fejlesztési igényű emberek és családtagjaik mindennapjain segítsen. A Maglódi Alapítvány elsődlegesen a halmozottan, illetve enyhén fogyatékos gyermekek, fiatal felnőttek nappali ellátását, fejlesztését, szinten tartását tűzte ki célul. Egy speciális fejlesztő, nevelő nappali oktatási intézmény létrehozását fejlesztő pedagógusok, konduktorok, gyógytornászok, gyógypedagógiai segítők közreműködésével. A célok között szerepel még egy segítőhálózat kialakítása, hasonló szervezetekkel együttműködve, aminek feladata a szülők részére hivatali ügyintézés, érdekképviselet, információs hálózat, kulturális szabadidős programok szervezése lesz. Az alapítványunk körülbelül egy évvel ezelőtt alapítottuk, azzal a céllal, hogy Maglód és környékén élő súlyos, halmozottan fogyatékos gyerekek nappali ellátását tudjuk megoldani, fejlesztését, gondozását, foglalkoztatását. Mindehhez milyen személyi és tárgyi feltételek kellene? Szükségünk lesz majd gyógypedagógusokra, konduktorokra, látás- és értelemfejlesztőkre, ápolókra, gondozókra, szociális munkásokra, gyógypedagógiai asszisztensekre, hogy a gyerekek szakszerű ellátását biztosítani tudjuk. Mindezt hogyan tudják majd biztosítani ezeket a személyi feltételeket? Maga a napközi fenntartása az önköltséges lesz, mert hogy ez egy civil szervezet. Állami támogatást erre nem fogunk kapni, úgyhogy így sajnos támogatásokat kell gyűjtenünk, és azért fogunk harcolni, hogy a szülőknek minél kevesebb pénzbe kerüljön ennek a napközinek az ellátása, de sajnos önköltséges lesz. Van-e előzetes felmérés, hogy hány gyerek, hány érdeklődő van? Nagyon sok érdeklődő van. A napközi befogadó képessége, hogy ne tömegintézményt csináljunk, ez egy olyan 10-12 fő gyermeket tudunk úgy ellátni, hogy szakszerű és biztonságos. Mikor jelentkezhetnek a szülők és kinél, hogyan? A szülők és a szakemberek már most jelentkezhetnek. A Kacifántos Gyerekeink Mosolyáért Alapítvány van Facebook oldalunk is, illetőleg egy blog oldalunk is, mind a kettőn lehet hozzánk jelentkezni. Várhatóan a napközi október végénre elkészül. Most már úgymond kisebb munkálatok vannak, reményeink szerint az október végi nyitás tervben van. A működési engedély megszerzéséhez már sok mindent elvégeztek, de még ezen kívül is rengeteg a tennivaló, mondja az alapítvány elnöke. A Maglódi önkormányzattól kaptuk használatra, bérleti díj nélkül. Nagy átalakításon ment keresztül az ingatlan, még tartanak a felújítási munkálatok. Ahhoz, hogy működési engedélyt kapjunk, ahhoz még sok feladat vár ránk. Itt többek között a gázszerelés, fűtésszerelés, javítófestés, linolom lerakása, a szobák és a konyhák berendezése. Speciális intézményről, speciális épületről van szó. Milyen szobák, helyiségek vannak, vagy lesznek benne kialakítva? Hát ez egy szociális nappali ellátó intézmény. Halmozottan fogyatékos gyerekek nappali ellátása fog itt zajlani. Fejlesztő pedagógusok, szakemberek segítségével, közreműködésével. Fejlesztő szobákat, akadálymentes fürdőszobát, teljes akadálymentesítést hajtottunk végre. Amilyen munkálatok még szükségesek ahhoz, hogy meg tudjuk nyitni a kapuinkat, azok gázszerelés, fűtésszerelés, linoleumozás, még egy tisztasági festés, konyhák és a fejlesztő szobák berendezése. Hány szoba lesz kialakítva? Három szobát tervezünk, három fejlesztő szobát. Fontos információ, hogy az alapítvány munkatársai továbbra is várják a szülők és szakemberek jelentkezését az október végén megnyitó napközibe.